következik tehát egy Aerosmith rock balladával. Király Viktor! I can stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you're sleeping, while you're far away dreaming. I can spend my life in this sweet surrender. I can stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is this moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest thing you never do, I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. And I don't wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you right here with me, just like this. I just wanna hold you close, feel your heart so close to mine, and just stay here in this moment for all the rest of time. I don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of sweetest thing I never did, baby, I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Bravo! Király Viktor! Hát kérem szépen, megvan az állva taps itt a stúdióba. Lehet, hogy ez a szűnni nem akaró tapsvihar akár eltartana még a műsor végéig is, hogyha nem lenne nekem az a dolgom, hogy most itt megszakítsam. Szívesen hallgatom én is már miattad, megérdemled ezt a tapsot. Hát mit mondjak neked? Ha már abban a bejátszóban én mondtam azt, hogy várom még a kitörési pillanatot, már majdnem megvan. De egyébként ez a dal tiszta érzelem. És megmondom őszintén, el vagyok ragadtatva a produkcióttól. Tehát nem akarom én a Steven Tyler-t visszahallani. Jól mondtam a nevét, ugye? Igen, igen. Nem akarom visszahallani, tőled akarom ezt az érzelmet. Annyira gyönyörűen megénekelted azokat a hangokat, amire nagyon vágyott a fülem, hogy be is csuktam a szemem, és utána nem figyeltelek tovább. Hát csak gratulálni tudod. Köszönöm. Sanyi? Szóval én a dalt ismerem persze az eredeti előadóval, de nekem áttörted a falat. Tehát ez olyan előadás volt, amit mindig is vártam, hogy egyszer majd bejön. De csak azért, innentől kezdve te ne vegyél komolyan, azért, hogy azok a nézők is kielégüljenek, akik vérszagot várnak tőlem. Szóval nem daraboltad volna ennyire föl, akkor talán egy kicsit jobb lett volna, de mondom, ezt ne is vedd komolyan, ez csak azon néző kedvéért mondom, akik... Ezt komolyan. Nem, mert pont most történt persze meg az, és azért örülök, hogy eddig cseszegettek téged, hogy végre kijöjjön ez, és most már a szemeden is látom. Azt láttam itt a gokártnál, hogy elengedett kézzel. Igen, el fogsz szállni. Nekem az Aerosmith az egyik kedvenc bandán, nem titkolom, de ez erőfeszítést tett, és láttam magyar nyelv milyen szép, hogy erőfeszítés. Tehát, hogy most az határaidat feszegetted, és most végre átlépted. Úgyhogy nekem ma te voltál a legjobb eddig, magasan. Én...
Nagyon meg voltam rémülve, amikor megláttam, hogy barna inkben vagy, mert a színházban a barna szín az bukást jelent. És ma, hát most erről nem tartok hosszabb értekezést. Ma a kis fülbevalóm, ami csupa kis filmekből van, a tied. Gratulálok. Köszönöm szépen. Ez nem volt bukás, Viktor. Köszönöm szépen. Vártam ezt. A Viktorkán nincs sok mindenről beszélgetnünk, mert ezt úgy hívják, hogy totális siker. Gratulálok, élvezd. Köszönöm szépen. Menjél vissza a haverokhoz.